Pontot tehát nem, de tapasztalatot annál inkább sikerült szerezni. Tehát a fiúknak a női szakák vérmesebb reményekkel vágott neki az Európa-liga csoportkörnek, hiszen ők már harmadik éve vesznek részt ebben a sorozatban. Törökországban sikerült is meglepni az ellenfeleket a házigazdák ellen például egy szoros 3-2-es mérkőzésen kaptunk ki, a románok ellen pedig nyertünk 3 1 -re. így négy ponttal várhatjuk a folytatást. Péntektől Kecskeméten és addig isport Sport egyen láthatják a magyar női röplabda válogatottat, amelynek szövetségi kapitánya Olosi László már itt ül velem szemben. Nem hoztál most magaddal a játékost, és én azt egyből arra kérdeztem rá, hogy miért nem. Ugye mondtad azt, hogy edzőmeccset játszottok majd egy, egyetemi, egy amerikai egyetemi csapattal, de mindenek előtt azért hagyd hiszen a törökök ellen török országban egy 3-2-es meccset játszani az azt gondolom, hogy elég komoly teljesítmény, és ugye ezzel pont is jár. Csak röviden 3-0-as, 3-1-es győzelemért 3 pontot kapnak a csapatok ebben a sorozatban, hogyha öcettes a meccs, akkor a vesztes is kap egy pontot, a győztes pedig két pontot. Így jött ki ez a négy pont, ugye? Tehát gratulálok! Jó reggelt kívánok mindenkinek. Így van, valójában én azt mondom, hogy a mi kis újjá alakult válogatottunknak ezek nagy eredmények így első lépésre, hiszen a török válogatott nem teljesen a legerősebb összeállításba játszott, de én azt mondtam, hogy egyáltalán nem lehet leírni idézőjelbe a második vonalukat sem, hiszen ezek fiatal 20-23 éves játékosok akik meg akarják mutatni, hogy helyük van az A-keretben. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy különösen értékes 3-2-es vereség volt, annak a fényében, hogy akár még nyerhettünk volna is 3-1-re, de hát ismerjük, hogy a sportban nincsen ha. Az, hogy a románok ellen meg sikerült 3-1-re nyerni, az meg, az meg azt jelenti hogy szerintem, hogy egy jó irányba haladunk. Ez elsődlegesen jó visszajelzés a lányok irányába, hogy az az út, amit elkezdtünk, az, 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 követhető. Tehát én azt gondolom, hogy elsődlegesen magunkat kell meggyőzni, hogy jó irányba haladunk. Úgy azt mondtad, hogy új állakult válogatottról van szó, szóval hát a szövetségi kapitány mindenféleképpen új, bár Jókai Zoltán segítőjeként már azért azt gondolom, hogy elég jól megismerted a csapatot az előző szezonokban. Demeter György együttesében négy olyan játékos kapott helyet a keretben, akik Magyarországon játszottak az előző szezonban, közülük már nagyjából ketten biztos, hogy külföldre igazolnak. Hogy néz ki ez a lányoknál? Milyen az arány az idegen és az itthon játszók között? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nálunk talán az arány még jobban el, van tolódva, csúnya magyarsággal, tehát 80-90 ban a játékosok külföldön játszanak. Tehát egy-két játékos van az, aki itthon játszik, de jövőre lesz olyan játékos, aki szintén külföldre igazol. Azt kell látni, sajnos, bár mindig ugye bejövünk ide és panaszkodunk, és én ezt nagyon nem szeretem, mert inkább dolgozni kéne sokkal többet, és akkor kevesebb problémánk lenne, illetve szemléletváltásra lenne szükség. De tény, hogy pillanatnyilag Magyarországon a feltételrendszereket nem lehet annyira biztosítani a játékosoknak, hogy megakadályozzuk, hogy külföldre igazoljanak. Illetve hát a válogatott szempontjából azt kell mondjam, hogy ez még talán jobb is, hiszen komolyabb munkát tudnak külföldön végezni, és visszatérve a válogatottba nem kell mindig az alapokhoz visszatérni, hanem már van egy bizonyos fundamentum, amire lehet építkezni. Úgyhogy egyik szemem sír, a másik meg szomorú, ahogy mondani szokták, mert természetesen az lenne a legjobb, hogyha Magyarországon játszanának a játékosok de hát lesz olyan játékosunk, aki például a jövőre a klub világbajnokságon játszik, én azt hiszem ezeket az élményeket nem szabad elvenni tőlük, és ezekből az élményekből mi is profitálhatunk. Ha jól tudom a női röplabdaválogatott, az amerikai Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitánya talán Kács Király, na most valami hasonló problémával idézőben problémával néz szembe, hiszen minden játékos a külföldön játszik, Ráadásul azt hiszem Bakúi klubokban a legtöbben, ez messzire vinne. Maradjunk mi a, a magyar válogatottnál. Mindenki jött első szóra, akikt hívtál? Én azt kell, hogy mondjam, hogy ennek kifejezetten örültem, hogy én amikor a meghatározó játékosokkal beszéltem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem kérették magukat. Tehát én fölvázoltam nekik egy új rendszert, egy új elképzelést. Ugye a hosszú távú tervünk az, hogy a következő Európa-bajnokságra kvalifikáljuk magukat. Én azt mondtam, hogy megvan ebbe a generációban az a lehetőség, hogy ezt a célunkat el is érjük. Ehhez, mint említettem, új szemléletmód kell, tehát én olasz segítőket hoztam most a válogatott mellé, hogy kicsit új mentalitást sikerüljön a lányokban elültetni. Én azt látom, hogy kezdik lassan megérteni, hogy mit szeretnénk elérni velük. Úgyhogy az, amit említettem, 80-90 százalékban az a mag bejött, akit én hívtam, úgyhogy ennek kifejezetten örülök. Ugye tesz szabályok alapján játszanak az Európa-ligában idén a férfiak és a nők is. Ez röviden annyi, hogy rövidebb lett a szett, nem 25, hanem 21 pontig kell eljutni, illetve hát minimum két pont különbséggel. Aztán a szettek közben nem két technikai idő van, csak egy, az elért 12. pontnál, és a szervára szánt, vagy fordítható idő is lerövidült. Nyilván azért, hogy pörgősebb legyen a játék, és minél kevesebb legyen a holt idő, ez a lányoknak mennyire jött be? Hú, ez egy nagyon érdekes kérdés. Egész másképp kell menedzselni a játszmákat, illetve azon belül az időkéréseket, illetve a cseréket. Meg kell, hogy mondjam, az első török mérkőzésen ez okozott problémát, hiszen sokkal intenzívebb, sokkal pörgősebb a játék az új szabályrendszer miatt, és kicsit, már bocsánat, hogy hölgyeknél ezt fogom mondani, de flúgos futam volt. De ez nem csak ránk volt igaz, hanem mind a három csapatra is. Tehát nagyon sok ki nem kényszerített hiba volt, ugye itt a nyitással, illetve a nyitásfogadással, hiszen a játékosok azért hozzá voltak szokva, hogy sokkal több idejük van felkészülni ezekre a játékelemekre. Most ugye 5 másodpercre Most gyakorlatilag a korábbi 8 Így van, fel. tehát sokkal nagyobb a rohanás. Én azt mondom, hogy azért a második harmadik mérkőzésre már megszoktuk ezt, hogy be fog válni az egy érdekes kérdés. Én azt mondom, hogy ennek vannak jó oldalai, de vannak kevésbé jó oldalai, ugye a röplabda minél jobban próbálja eladni magát a tévébe, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, úgyhogy mindig vannak ilyen fellángolások. Én azt mondom, hogy a 21 pontos szabály nem biztos, hogy annyira tetszik számomra, viszont a, ját, a nyitások közötti 10 másodperc és utána ugye ez az 5 másodperc szabály, ez igazából nem nagyon fog problémát okozni. Tehát már ott vagytok kecskeméten, edzőmeccset játszotok egy amerikai egyetemi csapat ellen. Mit vársz a hétvégén? Egyébként pénteken, szombaton és vasárnap, ha jól tudom, Este 6 órától lép pályára mindegyik napon a magyar női röplabda válogatott, a Digisport egyen láthatják, de azt mondom, hogy aki teheti, menjen ki a helyszínre szurkolni, mert remélhetőleg láthatunk győzelmet is. Ugye nyilván a románokat sikerült Törökországban legyőzni, most mindenki azt várja, hogy itthon is. A törökök egyébként mely csapattal jönnek? Vagy a törökök jöttek? továbbra is a második vonallal érkeznek, hiszen ők egy, az átcsapattal egy földközi tengerek nevezetű megmérettetésen vannak. Uh, igazából én meg is mondtam a lányoknak, hogy nem eredményben gondolkozom az Euróligán. Uh, nekem meg kell találnom egy olyan magot a jövő évi Európa bajnoki selejtezőn, mint ahogy említettem, akikkel föl tudjuk venni sikeresen a megmérettetést. Úgyhogy igazából keresem a csapatot. Tehát például most is lesz olyan hiányzónk, aki még mondjuk Törökországban ott van, illetve ott volt, de most már nem lesz akár a Horváth Dóra személyére gondolva, ő azért biztos fog hiányozni, de ez semmi problémát nem okoz, hiszen van egy 19-20-as keret, amit én most pörgetek egy ilyen rotációs rendszerbe, akarok, akarom megnézni azt, hogy ki mit tud, úgyhogy most új játékosok fognak lehetőséget kapni, természetesen mindig a győzelem az egy óriási dolog, de most nem ez az elsődleges szempont számunkra. Storz Boton már itt van velünk egyébként a stúdióban, ő majd a helyedre, vele egy kicsit a számokról többet fogok beszélni, de tőled is kérek egy tippet, hogy hány pontot teszünk hozzá már meglévő négyhez a hétvégén. Megmondom őszintén, nem fogok számot mondani, mert nagyon babonás vagyok és bármikor ilyen jóslásokba belemegyek, az soha nem szokott összejönni, úgyhogy mint említettem, a legfontosabb az, hogy saját magunkhoz képest egy kultúrát összeszedett játékot nyújtsunk. Holosi László, köszönöm szépen!